A Mezőkövesd tehát 1-0-ra legyőzte a Budapest Honvédot a 22. forduló nyitó mérkőzésén, és Márko Rossi nagyon feldúltan érkezett ide a riport helyszínre. Pusztán a vereség ténye az, ami ennyire dühíti. Has llegado aquí muy nervioso. Estás muy descontento por perder el partido. Estás nervioso. Estoy nervioso y descontento porque no creo que merecimos perder este partido. Lo hemos dominado desde el principio hasta el final. Ellos solo han hecho dos contragolpes cuando tenían la superioridad numérica y no creo que merecimos perderlo y tampoco empatarlo. Después hemos hecho algunos errores. Ellos en el primer tiempo tuvieron una opción y lo hicieron. Nosotros tuvimos muchos más y no lo hicimos. Nem kellett volna kikapnunk ezen a mérkőzésen, ezért igazából mérges, hogy ez így történt. Domináltuk a mérkőzésen, és ugye igazából ők abból az egyetlen lehetőségből gólt szereztek, utána már futottunk az eredmény után, amikor már több játékossal voltak a pályán, akkor tudtak kontrákat vezetni ellenünk. Elégedetlen az eredménye. Mégis mi hiányzott? Ugye a meccs előtt beszélgettünk arról, hogy mi a titka ennek a tavaszi jó szereplésnek, ugye a pontosság, az odafigyelés, hogy mindenki tegye a dolgát. Ma mi nem stimmel? Al principio del partido hemos hablado por lo que es bueno Honvéd. Ahora qué faltaba? ¿Por qué no hemos podido ganar el partido? Porque no hemos hecho gol en todas las opciones que hemos tenido. Esta noche podíamos jugar toda la noche sin marcar goles. Hát lejátszhattuk volna az egész éjszakát, úgy egész éjszaka játszhattuk volna ezt a mérkőzést, akkor se rúgunk gólt, tehát ma ami hiányzott, az a gól volt. Ha nem rúgjuk be ezeket a helyzeteket, akkor nem lehet megnyerni egy mérkőzést. Weber Györgyel folytatjuk a beszélgetést. Hát múlt héten azt mondta, hogy az egészsége veszélyben forog. Hát szerintem ma is voltak olyan pillanatok, amikor veszélyben forgott az egészséged, de ahogy mondtad, bottal vagy akárhogy, de egy gólt be kell préselni, és ez sikerült. Hát ha az egészségről van szó, most túl sokat beszélünk erről. A mai mérkőzésen rúgtunk egy gólt, nem bottal, hanem egy szenzációs egyéni felismerés. Meg is tudjuk mutatni. De hát az a helyzet, hogy a Steffinek a kvalitásai ezek. Ezt várom, ezt néha jól elrejti, de most zseniális dolgot művelt. Jövök neki egy üveg pezsgővel, mert egy ilyen direkt helyzet, vagy pedig egy ilyenből lőtt gólt, megígértem, hogy mindig hozok egy jóféle pezsgőt. De visszatérve a mérkőzésre, ez egy óriási taktikai harc volt. Ma egy jobb csapatot győztünk le, jobb csapat a Honvéd nálunk, de ma az alázat, taktikai fegyelem megvolt. Kemenes Szabi nagyon korrektul az előbb a folyosón elismert, hogy egy kapura lövésük volt, talán. Nekünk pedig 1-0 után, amire számítottunk kontrákból, megint volt 3-4. Gyakorlatilag ma ez volt az egészségkárosító, mert a végén eldönthettük volna, és nagy arányú győzelem is lehetett volna, bár a Honvéd volt mezőnyfölényben, de meddőben. Pontosan tudtuk, hogy erre számíthatunk. A végén megint nem gondoltam volna, hogy a kapussal szemben 3-4 helyzetből semmi, és majdnem büntetett a futball, de csak majdnem. És ez ma azért volt, mert ma nagyon-nagyon sokat tettünk. Úgyhogy tudok én dicsérni is, le a kalappal a csapat előtt, mert mondom, egy nálunk erősebb, jobb csapatot győztünk le, de úgy gondolom megérdemeltem. A másik főszereplő Bognár mellett George volt, aki ugye gólt is szerzett, és hát kiharcolt egy kiállítást. Hát így van, ugye ebben a rendszerben egyékkel, csúcsékkel játszunk. Múlt héten a Rajci Peti volt, neki azt Lezák Zoli most megjegyezte, hogy a fékeket kivettük. Tehát most van humor is az öltözőben, hál' Istennek. Tulajdonképpen ez egy jó dolog, hogy ő, aki bekerült, tudott győztes gólt, mert az ő lelkének is jót tesz, mostanában nem volt kezdő. De tulajdonképpen George jó százalékban használta ki a helyzetét, mert ez az egy volt neki, de ez be is lőtte. Úgyhogy mondom, magunknak tettük izgalmassá, mert tényleg azt gondolom, hogy ez a mai győzelem, ez a taktikai és a csapatnak a nagyon komoly fegyelmezett játéka volt. Ez nem volt szép meccs, de ezt pontosan tudtuk, hogy körülbelül ez lesz.